Üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit! A visszapillantó mai adásában témánk II. Miklós cár, személye és uralkodása. Ő az utolsó cár, őt pedig a bolsevik forradalom és a szocializmus követte. Vendégünk dr. Bebesi György, habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet kutatócsoportvezető egyetemi docense. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük is azzal, hogy fel tudná nekünk vázolni, hogy a Romanov háznak mi volt a helyzete II. Miklós trónra lépésekor? Igen, üdvözlöm a hallgatókat. A Romanov ház uralkodó lépésekor, pontosabban II. Miklós trónra lépésekor, a birodalom a század végén egy nagyon súlyos válságot élt át, aminek több tényezője volt, és ez a fiatal uralkodó trónra lépésekor rendkívüli módon nehézé tette ő a helyzetét uralkodásának szinte első pillanatától kezdve. A válság tünetek közül talán első helyen említeném az agrárkérdést. Ugye a birodalom lakosságának még 80-85%-a a századforduló környékén is Oroszországban az agráriumból élt, és ugyan II. Sándor korában 1861-ben volt egy jól végiggondoltnak tűnő agrárreform, amelyik úgy tűnt, hogy nagyobb érdeksérelem nélkül megpróbálja a parasztok földigényeit kielégíteni, azonban a végrehajtás során ez kudarcot vallott. A népesség a századforduló környékére megduplázódott, földészség alakult ki, a parasztok egyes helyeken föllázadtak, a parasztoknak a megváltással, adófizetéssel, különböző járulékokkal, illetékkel kapcsolatos terhei elérték a jövedelmük 80-100%-át, Poltava és Tambov kormányzóságokban például éhséglátatások törtek ki, amelyekkel szemben reguláris hadsereget kellett bevetni. Ez olyan nagy tömegű katonai erőt jelentett, hogy például Paul Kennedy amerikai történész számításai szerint nagyobb katonai erőt kellett a parasztok féken tartására bevetni, mint amekkora erővel Napóleont a honvédőháborúban 1812-ben visszaverték. Tehát volt egyszer egy nagyon súlyos földkérdés, parasztkérdés, ehhez járult a munkáskérdés. Oroszországban egy nagyon késői és nagyon heves ütemű kapitalista fejlődés játszódott le. 1861 után beengedték a külföldi tőkét, amelyik hát úgy viselkedett, mint általában egy külföldi tőke egy szegényebb országban, gyors megtérülést akarta, jövedelmeket repatriálta, és hát a korai kapitalizmus viszonyai, azok hát elnézést a kifejezésre, Nyugat-Európában sem voltak egy fáklyás menet, női és gyermekmunka, 12-14 órás munkaidő, elképesztő munkakörülmények. Talán annyi lehetett a különbség, hogy az oroszországi munkásság helyzete még a nyugat-európai korai időszakhoz képest is elképesztő volt. Talán egyetlen példával hadd szemléltessem, a Morozov gyárban 400 fős barakokban éltek a munkások, 70 cm-es négyesével összetolt paplicseken aludtak, 12-14 órás munkaidő, nincsen hétvége, még a vallási ünnepek sem. Teljesen elfogadott volt a 6 év alatti gyermekmunkának az alkalmazása, és így tovább. Munkáskérdés azért volt nagyon feszítő, mert hirtelen nagy tömegű ember került faluról városba, hirtelen koncentrálódott egy nagy tömegű nagyüzemi munkásság, amely mivel a cári hatalom az autokrata módon viselkedett velük szemben, tehát nem lettek segélyegyleteik, szakszervezeteik, különösen nem pártjaik, vagy egyéb bármilyen módon legálisan szerveződő platformjaik, hát ezért illegálisan, félkatonai módon föld alatt szervezkedtek, és különös veszélyt jelentettek a hatalomra, és a két fő probléma mellett még azért itt voltak a különböző egyéb nem elhagonyolható problémák, ilyen volt például a zsidók egyenjogosítása, emancipációjuk kérdése, ilyen volt az újhitűek, a raszkolnyikok vallásának a kérdése, ilyen volt a nemzetiségek, a peremterületeknek a kérdése, és hát ezt hosszan lehetne sorolni. A dolognak az a lényege, hogy a birodalom úgy 1890-es években, amikor II. Miklós édesapja viszonylag váratlan és korai halála után átvette az uralkodásnak a terhét, akkor egy eléggé súlyos válságban lévő birodalmat örökölt. És lehet, hogy ez egy kicsit visszatérés, de itt amiközben említette, hogy a cári uralom alatt egy késői módon döbeljen a kapitalizmus Oroszországba, hogy ez akkor nem tüzelte föl még jobban így a válságban a népet. Tehát gondolom azért ez egy különleges élmény lehetett, hogy,
hogy addig, amíg a uralkodó van mindenek fölött, most hirtelen külföldi tőke, meg hát így egy kapitalista szellemű, hát hogy mondjam, egy folyamat elindul az országon belül. Igen, én úgy fogalmaznék, hogy fokozta a elégedetlenséget. Azt szoktuk mondani, hogy a Oroszországnak voltak nagyon régről örökölt megoldatlan problémái. Ugye az elcsépelt kifejezés, hogy az orosz fejlődés, a fejletlen Oroszország elmaradott. Ennek nyilvánok megvannak a maga történelmi okai, a 300 éves tatárhódoltságtól és a késő indulástól kezdve. Ez nyilván szétfeszíteni a beszélgetésünk kereteit. De ezeket úgy szoktuk mondani, hogy a megörökölt problémák, például, hogy nincs rendes úthálózatuk, hogy fából épülnek a városok, hogy nincs rendezett utcakép, hogy nincs fejlett céhes ipar, nem alakult ki rendi fejlődés, nem alakult ki nyugati értelemben vett jogállam, hogy csak néhány címszót mondjak. Ezek a megörökölt problémákra, mint régi problémákra, amelyeket hurcoltak magukkal, rárakódott ez a modern kapitalista fejlődés, amit ön felvetett. És hát ugye a külföldi tőkének a viselkedése, hogy utaltam már rá, és ez a hirtelen heves ütemű, azt szoktuk mondani, hogy ugyan gyors fejlődés produkáló, de minőségében a nyugati fejlődéstől messze elmaradó fejlődés, ez nyilvánvaló rendkívüli társadalmi feszültséget szült, főleg a munkásság körében. Egyébként ezt már a kor politikusai is felismerték, közöttük is voltak egyébként kiváló koponyák, például Witte Gróf, aki a transzszibériai vasutat építette, ő herezte aranyalapra a rubelt, és később pedig ő fogja Oroszország első alkotmányát kidolgozni, és ő is lett Oroszország első miniszterelnöke. Most ez a Witte Gróf úgy fogalmazott, hogy ha a munkásainkkal nem kezdünk valamit, akkor hamarosan polgárháború lesz. Hát ugye ők még nem olvastak marxista szakirodalmat, nem tudták, nem használták a forradalom kifejezést, és az osztályharc kifejezést ők úgy fogalmaztak, hogy hamarosan polgárháborúba keveredünk a munkásainkkal, hogyha a munkás kérdés megoldásával, illetve az elsőként említett paraszt kérdés megoldásával nem kezdünk valamit. Ezek voltak a fő veszélyforrások, és hát persze említhetném, nyilván a beszélgetés későbbi menetében rátérünk az illegális politikai pártokat is, amelyek ekkor így külföldön és Oroszországban titokban gombamód születtek egyik a másik után. És közben van egy új uralkodó is, hogy, és arra is rátérhetnénk, hogy mit tudunk, hogy Második Miklós milyen ember volt, hogy milyen személyiségéről mit, van-e valamilyen forrásunk, hogy mennyire volt egy esetleg megfelelő pont ebben az időszakban az ország élére, vagy milyen, mit lehet ő róla tudni? Igen, bőséges forrásanyagunk van, a legfontosabb magának Miklósnak a naplója, meg teljes egészében rendelkezésünkre áll, mert a fiatal cárt az iskolában megtanították naplót írni, és ők iskolától naplót vezetett, és édesanyjának leveleket írt. Ismerjük, 68. május 6-án született, és egy fiatal, azt kell mondani, hogy átlagos fiatalember volt. Gimnáziumba járatták, nyilván kiváló magántanárok foglalkoztak vele, földrajzot meg a történelmet szerette különösképpen. Mindig azt mondogatta, hogy ha neki nem kéne uralkodónak lenni, akkor nagyon szívesen lett volna történelemtanár. Érdekelték a hadművészetek is. Beiratták katonai iskolába, ami akkor mindenkinek kötelező volt. A cárfia sem volt ez alól kivétel. És ott szépen végigjárta azokat a rendfokozatokat, amelyeket hát saját erőből valaki eljuthatott. Ezredesi rangfokozat volt az utolsó, amit megszerzett. Később, amikor letartóztatják, azért hívták Romanov ezredesnek, amikor megfosztották a cári címétől, mert azt a katonai titulusát használták, amit még a katonai iskolában saját erőből elért. Egyébként egy nyitott fiatalember volt, imádta a kornak az akkori modern dolgait, szeretett fényképezni, szeretett filmezni. Különleges módon megengedte, hogy ruhátlan felvételek készüljenek róla, amikor egy folyóban fürdék. Az oroszok egyébként szerették ezt a ruhátlan folyami fürdést, de az, hogy egy uralkodótól híradó felvétel készüljön és ez fennmaradjon, ez egészen különleges ritkaság számba ment. Egyébként úgy élt, mint a korabeli orosz előkelő fiataloknak a többsége, annyi különbséggel, hogy egy picit sportosabb életformát folytatott, szeretett gyalogolni, kerékpározni, teniszezni, lovagolni, tehát ahogy egy előkelő orosz fiatal élt, ugyanakkor feljegyezték azt is, hogy az italt és a cigarettát sem vetette meg, tehát ebben is a kor orosz fiataljainak a többségéhez hasonlított.
Nem volt egy határozott személyiségű ember, ez később rendkívül súlyos problémákat okoz majd neki az uralkodása alatt. Barátságosan meghallgatott mindenkit, de feljegyezték róla, hogy általában mindig arra hallgatott, akivel utoljára beszélt, és így nagyon sokszor változtatta a véleményét, és ez a későbbi döntéseiben is majd tetten érhető, hogy egészen mást döntött, mint amit esetleg korábban a tanácsosaival megbeszélt. Ekkoriban terjed el róla egy sztereotípia, hogy rendes ember, meg jó családapa, de alkalmatlan uralkodó. Egyébként ezt már a kortársak is látták és mondták róla, például a kornak egy vezető publicistája, aki a kor egyik vezető konzervatív napilapjában, a Ruszkije Vesztiben írt egy cikket róla, úgy hívták, hogy Katkov. Ő azt írta róla, hogy ez a Cárevics egy nagyon rendes fiatalember, de alkalmatlan uralkodónak, és egyébként ez a vélemény széles körben elterjedt róla. Talán még egy példát hadd említsek erre, szintén Vitte gróf, akit már említettem, azt javasolta a Cárevics édesapjának, harmadik Sándornak, hogy a transzszibéri vasút építésekor legyen a fiatalember a vasúti felügyelőbizottság elnöke. És harmadik Sándor azt mondta, hogy gyermek még nem alkalmas erre, és amikor ezt mondta, akkor Miklós már 24 éves volt, tehát a saját édesapjának is voltak kételjei afelől, hogy ez a fiatalember alkalmas lesz-e majd az uralkodás terheit viselni, de hát a történelem menete az ugye nem kívánságoknak a gyűjteménye, mert harmadik Sándor viszonylag fiatalon és nagyon hirtelen halt meg, tehát az uralkodás tekintetében pedig az elsőszülött fiúnak az öröklési joga volt érvényben, tehát ezt nem egyes emberek véleményei alakították, hanem az uralkodásnak a törvényes menete. És amikor második Miklós így a trónra kerül, így egészen az első világháborúig, az más országokban a boldog békeidőknek mondják. Ez az ő esetében, vagy az ő országa esetében ez így volt, vagy ez Oroszországban ez máshogy kell elképzelni? Igen, sajnos, vagy hát nyilván utólag a ő szempontjából nézve, neki olyan nagyon sok békés vagy nyugodt időszak nem adatott meg. Elég szerencsétlen módon indult az uralkodása, és ez tőle független volt. Mikor feleségül vette, ugye Hesseni, vagy másképpen Darsztam Aliszt, ugye, aki az Alekszandra Fjodorovna nevet kapta az orosz keresztségben, akkor a házasság kötésére egy nappal édesapjának a halála után került sor, és már ezt nagyon rossz néven vették, hogy miért köt házasságot akkor, amikor tulajdonképpen még tart a gyász. De ez csak egy apró rossz felütés volt. Az igazi első gond uralkodásánál a koronavási ünnepségeknél volt 1896-ban Szentpétervárot, amikor a koronavási ünnepségek alkalmával egyébként ezeket magát a beiktatását Péterváron, a koronavási ünnepségeket pedig Moszkvában tartották, akkor a Odinka mezőn, amelyik Moszkva közvetlen közelében egy katonai gyakorlótér, egy lőtér, ott ingyenes ökörsütést, vodka és kenyérosztogatást ígértek a népnek, hogy együtt tudjon a cárral örülni. Reggel a tömegben, ugye a tömeg megérezte a friss sülő húsnak az illatát, és hatalmas tömegben a véhes emberek elindultak, hogy nehogy lemaradjanak. Itt árkok voltak, amelyeket nem temettek be, és az emberek beletaposták egymást ezekbe az árkokba. Közel 2000 ember meghalt, és közel 4000 megsebesült. Ezt Hodinka mezei tragédia néven tartja számon a történetírás. És hát Miklósnak felrólták, hogy amíg aznap este a francia nagykövetség báján eltáncolt a mosolyogva feleségével a nyitótáncot. Ezt főleg később a baloldali történetírás rója fel neki, azt elfelejtik, hogy este ő minden egyes áldozatnak, akinek a kilétét sikerült kideríteni, 1000 rubel, 1000 ezüst rubel kárpótlást adott egyébként a tragédiáért cserébe, de minden esetre maga az esemény egy nagyon rossz felütést adott. A harmadik dolog, ami miatt olyan szerencsétlenül indult maga az egész történet, hogy egy kicsit azt várták tőle a harmadik Sándornak a szigora után, aki egy kicsikét visszanyúlt az első miklósi rendőrállamhoz második Sándor cár meggyilkolása miatt. Azt várták az új uralkodótól, hogy ő majd visszaállítja ezeket a második sándori reformokat, és az ország megindul szépen lassan egy békés átalakulás, egy ilyen európaizálódás, demokratizálódás fele. Most, amikor Miklós átvette a trónt, akkor rögtön trónbeszédében egy papírlappal a kezével, ifjú feleségével az oldalán remegő hangon felolvasta, hogy az autokráciának a korábbi formáját változatlan formában megkívánja őrizni. Tehát jelezte, hogy semmilyen módon nem kívánja a második sándori reformokat folytatni,
amivel hát természetesen a társadalom döntő többségének óriási csalódást okoz. És ez, amit most itt kiemelt, hogy remegő hangon, meg stb. Tehát volt ebben egyfajta ilyen ambivalencia, hogy már ebben sem volt sikeres, hogy így megtartsa ezt a keménykezűséget, és akkor ráadásul nyilván nem is volt ezzel népszerű. Igen, igen, féltő, fiatal volt, rutintalan volt, érezte a feladatnak a súlyát, magánéletében is voltak érdekes dolgok, egy fél mondattal erre kitérhetünk. Fiatal emberként ő is, mint minden fiatal ember, felelmesztett a Pétervári Balettnek egyik lengyel származású csillagába, Matilda Kszesinszkájába, és volt neki egy románca, amit egész Pétervár, sőt egész Oroszország közössége, ugye, hát most elnézést a kifejezésre, akkor is szerették a bulvárt, ugye csámcsogott rajta, és amikor ugye beleszeretett Hesseni Alice-ba és a házassága elől elhárultak az akadályok, mert az sem volt egy egyszerű történet, akkor ezt a kapcsolatot le kellett neki zárni, a Frigyet el kellett fogadtatni először a családjával, aztán a közvéleménnyel. Tehát amikor ezt a lemegő papírlapos sztorit említettem, az arra is utal, hogy ő többszörös nyomás alatt állt. Tehát volt a magánéletében egy feszültség, és voltak vele szemben nagyon komoly társadalmi elvárások. És hát első nyilvános közéleti szereplése volt. A tanácsadói azt mondták neki, hogy ne változtasson az uralkodás bevált gyakorlatán, ne folytassa a sándori reformokat, mert Lám Sándort is meggyilkolták, második Sándort. Hogyha a lovat, ugye a gyeplőt a lovak közé dobják, akkor gyakorlatilag ebből ilyen anarchia és káosz lesz, és ezért az uralkodása egy ilyen, hogy mondjam, rossz felütéssel indult. És volt még egy dolog, amit talán gondolom, hogy szintén később érinteni fogunk, hogy akkoriban ugye a századvég közeledett, és minden század végén az emberek elkezdenek ilyen világvége dolgokkal foglalkozni, hogy véget ér a világ, 1900-ban is véget ér. Van, aki a 20. század végén is várta, hogy véget ér a világ. Jönnek ugye a, nem tudom, az Antikrisztus, vagy valami borzalmas dolog fog történni, és nagyon-nagyon, főleg Oroszországban ez a miszticizmus, erre az okkultizmusra való hajlam, ez nagyon jellemző volt, egyébként a cári udvarban is, a cár közvetlen környezetében is, és ilyen asztaltáncoltatásokat tartottak, éjszakai halott látószeánszokat tartottak, tehát elterjedt egy ilyen hisztérikus világvége váró végkör, ami hát nyilván az uralkodására, és majd felesége révén közvetlenül magára az udvarra is nagyon erősen rányomta a bélyegét. És azért érdekes belegondolni, amit említett, hogy úgymond pont azt kikerülve, hogy ne kerüljön ő is abban a helyzetben, mint elődje Sándor cár, de hát nyilván most nem akarok hirtelen rögtön előreugrani, de hát végül is az ő sorsa sem lett sajnos szebb, és ráadásul következett az első világháború, ami ilyen szempontból még rátett arra, hogy az ő életének és az országának a nehézségei mellett a világnak az egyik legnagyobb világégése, hogy így fogalmazzam, pont az ő uralkodása alatt jött el. Tehát mit hozott számára az első világháború? Igen. Egy picit még várnék az első világháborúval, mert a megközelítés az nagyon jó, mert ugye Oroszország talán az eddig elmondottakból következőleg is, úgy szoktuk, mint történészek hívni, hogy agyaglábú kolosszus, vagy roskata kolosszus, hatalmas területtel, nagyon sok számos népességgel, a első világháború előtt egy 120 milliós népességgel rendelkezett már az ország, egy olyan állam, amelyik akár a világ vezető hatalma lett volna, hogyha a belső fejlettsége és a külső területe egymással arányos. Az agyaglábú kolosszust a konfliktusok mindig megrengették, és az első ilyen konfliktus az nem az első világháború volt, hanem az első orosz forradalom 1905-1907-ben, és ez is egy olyan szerencsétlen döntés miatt robbant ki, hogy egy háborút kezdtek a japánokkal szemben, ami egyébként teljesen felesleges volt, és a diplomaták többek között Wittegróf óvták is ettől Miklóst, azonban Miklós ilyen személyes dolgoktól vezérelve is fiatalkorában érte őt egy incidens Japánban, rendkívüli módon gyűlölték a japánokat, és tulajdonképpen Mandzsúriáért és Koreáért, nem túl fontos távol-keleti területekért háborúba keveredtek egy olyan országgal, ahová több hetes vonatozással lehetett a még nem teljesen kész Transzszibériai vasúton keresztül eljutni, a japánok pedig ott voltak helyben, és ez a két év, ez a japán háborúban megalázó vereségeknek a sorát hozta a számukra, ugye Csuzimánnál megsemmisítették a
balti tengeri flottájukat, amelyik előtte körülhajózta a világot, Port Arthurnál a teljes csendes óceán orosz flottát, Mugdennél az orosz szárazföldi hadsereget, és kitört egy forradalom a elégedetlenség miatt, mert ugye, hogyha egy gyenge hatalom külpolitikai vereséget szenved, akkor, hogy ön is említette a világháború kapcsán, akkor a belső problémák halmozottan a felszínre kerülnek, és már 1904-5-ben úgy tűnt, volt január 9-én még egy nagyon szerencsétlen dolog, ez a bizonyos véres vasárnap, ez a híres sortűz, amikor a békés monarchista munkások, akik egyébként hülyek voltak a monarchiához, a háborús körülmények között egy petíciót szerettek volna átadni a cárnak, az ő cáratyuskájának, hogy hát azért valamilyen módon orvosolja azokat az embertelen állapotokat, amik a hideg tél, az orosz-japán háború, az elbocsátás, a keleti front előálltak, és a palota őrség szétlőtte ezt a békés monarchista munkásmenetet, ekkor kitört egy forradalom, és már ekkor, 1904-5-ben úgy tűnt, hogy Miklósnak a hatalma és az egész Romanov dinasztiának az uralma véget ér. Ezt nagyon sokan kifelejtik a történelem menetéből, pedig még 10 évre vagyunk az első világháborúból, mert ott úgy tűnt, hogy ez a forradalom ez megdönti a cárizmust, és valami egész más következik helyette. Volt azonban egy mozgalom, amiről a történetírás, a régi történetírás nem tud, mert a szovjet időkben erről nem lehetett beszélni, ez pedig a fekete százas mozgalom. Az oroszoknak volt egy olyan nemzetmentő népi hagyományuk még az 1600-as évek elejétől, hogy a cárhű elemek, a nemesség, a hivatalnokok, a kereskedők, a boltosok, az a népesség, amelyik nagyon is jól élt ebben a világban és megtalálta a számításait, ők föllázadtak, ilyen önkéntes katonai alakulatokba szerveződtek, és szembefordultak a forradalommal, és a forradalmat 1904-5-ben nem akar hatalom, mert az tehetetlen volt, és nem a hadsereg, mert az a japán fonton teket, hanem a fekete százas mozgalom, egy nemzetmentő orosz népi mozgalom mentette meg, és verte le őket, és Miklós azért maradhatott még trónon 10 évig, 1907-től 17-ig, mert egy monarchista népi mozgalom megmentette a trónját. És akkor valóban 1907 és 14 között talán mondhatjuk azt, hogy volt az életében néhány nyugodt név, amiben azért Rasputinnak a jelenléte erősen rányomta a bélyegét, viszont 1914-től jött az első világháború, ahogy ön is említette, amelyik sokkal nagyobb nyomást jelentett a birodalomra, mint az első forradalom, és ezt már valóban a belsőleg gyenge birodalom nem bírta ki, és az első világháború végén az események oda vezettek, ahol valóban valamennyien tudjuk egy nagyon súlyos tragédiához, a cár és családjának a kivégzéséhez. És akkor az első világháború előtti időszakkor kell még kitérnünk Rasputinra? Tehát, hogyha, mert ez egy mindenképpen, igen. Mert nyilván ez úgymond még így beleépült a, szinte már a popkultúrába is, meg sok mindenben, hogy ez a Rasputin kifejezés, meg így ez az ő nevete, és hát nyilván rengeteget olvasnak is róla az emberek, hogy egyáltalán ki lehetett ő, tehát mit lehet róla tudni, hogy igazából ő miként nyomta rá a bélyegét, hogy ön fogalmazott a második Miklós cár életére? Igen, ez nagyon fontos kérdés, mert van, azt mondják, hogy egyes személyek nem befolyásolhatják a történelem menetét. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen, különösen, hogyha a cári családot a mindenható autokrata uralkodót tudják valahonnan irányítani. Rasputinnak annyi rövid a története, Grigori Rasputinnak, a Starecnek, ahogy hívták, a Szent Öregnek, vagy Szent Ördögnek, ahogy viszont mások nevezték, hogy létezett ez az okkultizmus a század vég orosz udvarában, amiről egy korábbi kérdés kapcsán beszéltünk. Rasputinnak voltak elődei az udvarban, tehát voltak ott olyan misztikusok, sarlatánok, csodatevők, jövendőmondók, ők főleg a német származású cárnéra voltak óriási hatással, aki ilyen emberekkel vette körül magát, hírhettek voltak például a montenegrói nők, őket boszorkányoknak hívták az udvarban, két hercegnőről van szó, akit orosz hercegekhez adtak férjhez, és akik hát azzal lopták be magukat a cárné kegyeibe, hogy amikor gyomorpanaszai voltak, akkor a nagyon kellemetlen tünetekkor ők odaadóan szolgálták a cárnét. Vagy volt például Rasputin előtt is egy nagyon híres sarlatán, a francia Filippe, aki kirúgtak egy francia orvosi egyetemről, Oroszországba ment, és ott olyan módon sikerült épp a montenegrói hölgyek néven a cári udvarban, a cárné közelébe kerülni,
hogy csoda doktornak kiáltották ki. Az volt neki a feladata, hogy elősegítse azt, hogy megszülessen ugye a nagyon várt Cárevics, hiszen sorban csak lányok születtek, ugye 1895 és 1901 között született meg a négy csodálatos nagylány, és nem jött meg a várva várt fiúgyerek. Ennek a bizonyos Filippének lett volna a feladata, hogy elősegítse a gyermek születését. Olyan módon sikerült neki a cárné bizalmába férkőznie, hogy a cárné egyszer még áterhességet is produkált a kedvéért, és például csak neki engedte meg, hogy megvizsgálja magát, és hogy egy példát mondok a korabeli orosz viszonyokra, nem volt neki orvosi diplomája, de nem okozhatott gondot, mert cári utasításra kiutaltak neki egy katonorvosi diplomát, anélkül, hogy egyetemre járt volna Oroszországban. Nos, ezt a Filippét, amikor Anasztáziát, aki 1901-ben született fiúnak gondolta, és kiderült, hogy a cárné következő terhessége csak álterhesség volt, haza küldték Franciaországba, viszont volt neki egy jóslata, hogy ő reinkarnált alakban vissza fog térni, és amikor Rasputin megjelent a cári udvarban, akkor sokan azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ő Filippének ez a reinkarnációja, amit megígért. Rasputin egy ravasz szibériai paraszt volt, Tobozban született, kereskedő családban, és a Verhotúriai Kolostorban idézőjelben tért meg, és már úgy került Szentpétervára, hogy egy nagyon szélsőséges orosz szektának, a Liszt szektának lett a tagja. Ez a szekta valahogy ügyesen elérte, hogy a vallásból pornográfiát csinált, mert azt mondták, hogy a bűnt intenzíven meg kell élni, mielőtt meggyónjuk, és a legfontosabb bűnnek a paráznoságot tartották, tehát innentől kezdve el tudjuk képzelni a szektának az életét. Rasputin, akinek kétségkívül hihetetlen vitalitása volt, ennek a szektának a tagjaként érkezett Szentpétervárra, egyébként püspöki ajánlással, sikerült neki bekerülni a legjobb szentpétervári társaságba, és a közvetlen cár környezetébe 1905. októberében került, nem sokkal az első forradalom kitörése után, amikor a cár azt a bizonyos híres kiáltványát kibocsátotta október 17-én, ez az októberi manifestum, amely Oroszországot először alakított át alkotmányos monarchiává. Utána van a cári naplóban egy feljegyzés, hogy együtt teáztunk Stankával és Milicával, így hívták ezeket a montenegrói hercegnőket, amikor bemutatták nekünk Grigorijt, Isten balgáját Tobozból. Most ez a Grigorij Isten balgája, ő volt Rasputin, aki azzal lopta be magát a cári családnak a kegyeibe elsősorban, először fennycsodatevő ikonokat ajánlgatott nekik, majd tudomást szerzett a Cárevicsnek, az 1904-ben született Alekszej Cárevicsnek a betegségéről, aki ugye közismerten vérzékenységben szenvedett. Ez egy nagyon súlyos betegség, amit éppen megismert a kororvos tudománya, és nem az a veszélyes benne, amit mindenki gondol, hogy elvérzik valaki, hogyha elvágja a kezét, vagy ilyesmi, hanem a betegben ilyen belső vérömlenyek, duzzanatok keletkeznek, amik iszonyatos fájdalmat okoznak, ezekbe egyébként bele is lehet halni, és a rohama volt pont a Cárevicsnek, amikor Rasputin a cár környezetében tartózkodott, a Starec énekelt neki, nagyon mély, nagyon erőteljes hangja volt, ez megnyugtatta a kisfiút, és elmúlott neki a rohama, és ez olyan benyomást tett a cárnéra, aki talán sokatszor említem, hogy nagyon hajlamos volt erre a okkult, miszticista történetre, hogy Rasputyint a későbbiekben nem engedte el maga mellől a kegyencelet, sőt, amikor 1908-ban meghalt Feofán a cári családnak a gyóntatója, akkor a királyné, cárné a Rasputyin személyes gyóntatójává tette, és innentől Rasputyin az erőskező német feleségen keresztül, német származású feleségen keresztül befolyásolta az eléggé lablis jellegű cárt. Tehát az a vélekedés, amit Rasputinnal kapcsolatban sokan mondanak, hogy egy tanulatlan szibériai paraszt a maga misztikus képességeivel a befolyás alatt tartja a cári családot, az egyáltalán nem áll messze a valóságtól. Na most az ilyen ízléstelen feltételezéseket, hogy a cárné szeretője volt, nem, vagy nem, ilyenekre szerintem ne térjünk ki. És van olyan, amire a történelmi források alapján igazolható, hogy a Rasputin hatása miatt döntött II. Miklós? Igen, nagyon sok esetben, mert ugye Rasputinnak volt egy kettős élete, Vera Lopuhinánál és különböző kegyenc pétervári hölgyeknél lakott, és gyakorlatilag abból élt, hogy jövendőmondással foglalkozott,
és különböző protekciókat járt ki, nagyon sok embert az ő hatására, vagy az ő tanácsaira váltottak le, vagy neveztek ki ezeket a tanácsokat, vagy ez a, ma így neveznénk, hogy befolyással üzérkedés, ezt ő pénzért csinálta, és egyébként botrányos életformát folytatott, gyakran részegeskedett, különböző botrányos nőügyei voltak. A személyek körül kibontakozott Szentpéterváron egy hisztéria, mert a nők valamiért hát elképesztő módon oda voltak érte. Orvosi szempontból Rasputin feltehetőleg egy betegségben, egy szapiriázis nevű betegségben szenvedett, ami egy csillapíthatatlan nemi vágyat jelent, ami persze egy óriási vitalitással társul. Voltak olyan hölgyek, amelyek a köröm darabkáit bevarták az alsó neműjükbe, tehát egy egész hisztérikus légkör alakult ki. A józan kormányzat, ugye Sztolipin miniszterelnök, aki a forradalom után próbálta rendbe tenni Oroszországot, és az orosz rendőrség többször figyelmeztették a cárt és a környezetét, hogy az uralkodó család megítélésének nagyon rosszat tesz a starec és a viselkedése, de volt neki egy olyan dolog, ami miatt a cárné semmilyen minden botrányából megkimentette, ez pedig az, hogy a cárevicsnek a vérzékenységét tudta gyógyítani. Az, hogy tudta gyógyítani, annak van orvostudományi magyarázata, ugye hipnózissal, hanggal, tehát azt lehet korrekt módon magyarázni, de ahol a parafenomenális jelenségek területére tévednénk át, amikor táviratilag vagy telefonon is el tudta állítani például a cárevicsnek a vérzését, ami egész különleges történetek kaptak lábalóra. Amikor nagyon forró lett a talpa alatt a laj, mert Sztolipin miniszterelnök benyújtott a cárnak egy javaslatot, amelyben lemondása fenyegette meg, hogyha nem távolítja el Rasputyint az udvarból, akkor elment egy éve zarándokútla Jeruzsálembe, és érdekes módon akkor tért vissza, amikor Sztolipin miniszterelnököt bestiális módon meggyilkolták, és akkor visszaszerezte a korábbi befolyását az udvarban, és ez a befolyása gyakorlatilag egész a meggyilkolásáig az első világháború végéig megmaradt. De abban azért csak nem volt szerepe, hogy ezt a minisztert ezt meggyilkolják, vagy azért erről van erről ilyen idézőjelben forrás, vagy pletyka, vagy... Vannak erre is feltételezések, tehát erre is vannak feltételezések, ez a Sztolipin gyilkosság, ez az oroszoknak a Kennedy gyilkossága, csak nincs benne annyira a köztudatban. Nagyon furcsa volt, hogy azt a reformer miniszterelnököt, aki rendbe rakja Oroszországot a forradalom után, reformokat hoz, azt szoktuk mondani mi történeti ruszisztikával foglalkozó emberek, hogy ő volt Oroszországnak az utolsó utáni esélye, hogy megmentse a bolsevizmustól, ugye, második Sándor volt az utolsó esélye, ő pedig talán az utolsó utáni, megreformálta a bíróságokat, egyenjogúságot akart adni, autonómiát a peremvidék nemzetiségének, emancipálni akarta a zsidókat. Sztolipinnak zseniális reformjai voltak, felszámolta ezeket a régi falusi földközösségeket, és kiosztotta a parasztok között a földeket. Tehát Sztolipin rendkívül tehetséges ember volt, Szaratovban volt korábban kormányzó, és gyakorlatilag ő nagyon józanul vezette az országot. Volt egy híres mondása neki, amit gyakran idéznek, egy szaratovi újságban nyilatkozta, hogy adjanak nekem 20 évet, és megmentem Oroszországot. Nem véletlen, hogy Rasputyinnak a idézőjelbe tett disznóságait is az első között vette észre, megfigyeltette, és a klérust is felszólította, hogy hasonló Rasputyinra, illetve többször fordult a cári családhoz is, csak szinte mindig mindenki kegyvesztett lett, aki Rasputyin ellen fellépett. Most ezt az embert, ezt a Sztolipint 1811-ben Kijevben, a kijevi operában nagyon furcsa körülmények között meggyilkolják. Éppen második Sándor cár szobrának a felavatására érkezik az uralkodóval. Olyan szigorú biztonsági intézkedések vannak, hogy amikor érkeznek, 50 kilométeren keresztül kettős katonai sorfal között lehet behaladni a színházba. És mégis van egy fiatalember, egy Bogrov nevű szociálforradalmár terrorista, akinek egy olyan igazolással mozgott szabadon a színházba, amit a kijevi ohranának a főnökétől, a kijevi politikai rendőrség főnökétől egy bizonyos Kulapkitól kapott. Ezzel ő szabadon mozgott a színházba, és a kijevi opera szünetében lement a földszinti páholyba, ahol az uralkodó és a miniszterelnök tartózkodott, és a revolverének a tartalmát Sztolipinnek a mellkasába ürítette, ami egy nagyon furcsa gyilkosság volt, mert egy valódi terrorista feltehetőleg a cárt lőtte volna le. Két napja volt a szociálforradalmár pártnak a tagja,
Az Ohrana viszont óriási hajtóvadászatot kezdett a szociál forradalmárok ellen, ezt ilyen kettős fedelű merényletnek tartja a történetírás. Egészen biztos, hogy Sztolipinnak a meggyilkolására a legfelsőbb körökből, nem biztos, hogy magától második Miklóstól, de mindenképpen felülről érkezett engedély. Hogy Rasputyinnak ebben milyen szerepe volt, arra valóban csak pletykák vannak, de vannak ilyen feltételezések, mert ahogy Sztolipin halála kiderült, szinte egy hónapon belül visszatért Oroszországba, és elfoglalta a cári család mellett a régi pozícióját. És második Miklósnak volt ebben valamiféle érdeke, vagy ő csak rá lett beszélve, hogy ön mondta korábban, hogy valaki rábeszélte, és aztán beleegyezett, hogy hunjon szemete fölött a gyilkosság fölött? Igen, az jó ez a megközelítés, hogy nem ismeri pontosan Miklósnak a szerepét, de hogyha egy miniszterelnököt egy politikai rendőrség egyik vezetőjének engedélyével mozgó, újdonsült terrorista gyilkol meg, akkor legalábbis felmerül a gyanú, hogy ezt a saját szakállára nem csinálhatta. Erre mindenképpen felsőbb körökből kellett engedélyt kapnia. Igazából Sztolipinnal az volt a baj, hogy túlságosan sikeres volt, és mindig van ez az udvari intrika, az udvari féltékenység, olyanokat csúgtak fülbe Miklósnak, hogy hát tulajdonképpen Sztolipin köztársaságot akar, köztársasági elnök akar lenni, és hogy Sztolipin a cár babérjaira tör, tehát igyekeztek az udvari intrikusok Sztolipinnak a történelmi szerepét kisebbíteni, vagy hangulatot kelteni. Sztolipinnak volt egy szerencsétlen törvényjavaslat, ami látszólag igazolta az udvari intrikusokat. Benyújtott egy olyan javaslatot még 1809-ben, hogy a hadsereg és a flotta a cári főparancsnokság elől kerüljön a miniszterelnök hatásköre alá, és akkor gyakorlatilag ezzel a fülbesúgók, azok ugye igazolva látták magukat, hogy lám megmondtuk, hogy a tényleges hatalmat Sztolipin akarja átvenni, viszont Sztolipin annyira népszerű és annyira sikeres volt, hogy nem tűnt célszerűnek a leváltása, és ezért elképzelhető, hogy egy ilyen megoldást találtak ki, lehet, hogy az Ohranának, a politikai rendőrségnek a boszorkány konyhájában, vagy hát nem tudjuk pontosan hol, de feltehetőleg ez bizonyossággal csak annyit mondhatunk, hogy valahol felsőbb szinten engedélyezett merénylet volt, hogy Miklósnak személyesen volt köze ehhez vagy nem, erről egyértelmű dokumentum nem került elő. És talán most akkor, amiben én kicsit túl korán belevágtam, most oda visszatérhetünk, hogy tehát, és akkor ezzel együtt, hogy ráadásul elveszít egy ilyen komoly politikai vezetőt az ország, és még ott van egy ilyen befolyásoló személy a cár mellett, aki egyben nem is annyira stabil, megjön az első világháború. Tehát, és az milyen, mit hoz második Miklós számára? Igen, hát nyilván itt valóban ez a kérdése, ugye, hogy ahogy már az orosz-japán háborúban, meg az első forradalomban is kis ilyen összeroppant a birodalom, az első világháború az minden korábbinál nagyobb terhet jelentett az orosz, a cári Oroszország számára, ez teljesen egyértelmű. Miklós nagyon vonakodva ment bele ebbe a háborúba, ugye, mert Vilmos császár neki unokatestvére volt, és korábban nagyon jó viszonyban voltak. A felesége német származású volt, az udvarban volt egy nagyon erős német barát lobby, tehát nem volt ez egy olyan könnyű és egyszerűen leírt kérdés, mint ahogy hát jó néhány tankönyvvel intézi, hogy Szerbia támogatására hadat üzentek és kész. Több hetes vívódás előzte meg az udvarba magába a hadba lépést. Érdekes módon Rasputin ebben nem tudott részt venni, ő is nagyon erősen német barát volt, és nyilván ő is amellett kampányolt volna, hogy ne lépjen be Oroszország ebbe a háborúba, azonban éppen akkoriban követtek el ellen egy merényletet. A Rasputin nagyon sok nőt rászedett ezzel a miszticista maszlaggal, hogy ő majd kiűzi, kikurálja az ördögöt belőlük, és hát el tudjuk képzelni, hogyan kurálta ki a hölgyekből az ördögöt. És az egyik ilyen nő, akit megbestelenített, egy ilyen Feonia Guseva nevű hölgy, amikor rájött, hogy hát mondjuk úgy, hogy hülyét csináltak belőle, akkor felkereste Rasputyint a pokrovszkojai otthonába, és egy tőről egész egyszerűen leszúrta. De elvétette a döfést, és Rasputyint a tyumeni kórházba szállították, és ott megmentették az életét, viszont pont ekkoriban tört ki az első világháború, és Rasputyin nem tudott ott lenni az udvarban, hogy azt a közismerten erős befolyását, amiről mindenki beszélt, a hadba lépés elkerülése érdekében mozgósítsa. Nyilván nem állíthatjuk, hogy Oroszország azért lépett be az első világháborúba, mert Rasputyin éppen nem volt az udvarban, de valamilyen módon, valamilyen mértékben közrejátszhatott ebben. Na most az első világháborúban, hogy ön is már így megfogalmazta a kérdésében, Oroszország összes belső gyengesége a felszínre került,
Itt kiderült, hogy nincs elég fegyver, hogy a vasutaknak függ a vádbocsájtó képessége, hogy a hadsereg nincs kellőképpen felkészítve a háborúra, hogy a gőzhenger taktika miatt túl nagyok az emberveszteségek, hogy a háborús lelkesedés 1914-ben elfogyott, akkor az orosz politikai pártok egymás nyakába borultak, és azt gondolták, hogy itt a lehetőség növelni az orosz birodalom területét, térképet rajzolgattak, amelyek egész a Duna vonaláig terjedtek, és keleten, meg délen, meg egész elképesztő méretű területeket foglaltak magukba. Ugye, amikor jöttek a gyászkeretes táviratok, és ládákban érkeztek az a megcsonkolt emberek, és ismét hajnalban jeggyel kellett sorbálni a boltok előtt, akkor a háborús lelkesedés az nagyon hamar alább tud hagyni. És Miklós elkövetett egy óriási hibát, és ebben Rasputyinnak valóban szerepe van, hogy leváltotta a hadsereg főparancsnokát, és személyesen vette át 1915-től az orosz hadsereg irányítását, így gyakorlatilag minden rossz döntésért, amit az oroszok a háborúban elkövettek, minden emberveszteségért, amit elszenvedtek, személyesen a cár, mint főparancsnok volt hibáztatható. Ez a korábbi problémákra, amelyekről beszélgettünk, hát alaposan rárakódott. Ők ezt próbálták kompenzálni, a cár személyesen búcsúztatta a frontra induló katonákat, a felesége és a lányok ápolónői feladatokat vállalta a kórházba sebesült katonák mellett, de akkor ez kevés volt már ahhoz, hogy a cári családnak a megtépázott becsületét helyreállítsák. És 1915-ben történt a negyedik állami dumában, a Velső Orosz Forradalom és a háború vége között Oroszország alkotmányos monarchiaként működött először a történetében, ezt júniusi monarchiának nevezzük, és 12 évig tartott. Ennek a monarchiának a negyedik parlamentje, a negyedik állami dumája működött, és ebben a dumában 1915-ben az összes politikai párt összefogott, úgy hívjuk, hogy progresszív blokk, és a progresszív blokk úgy gondolta, hogy megmenti a cárt és a cárizmust, mert ez a kormány tehetetlen, csak hogy olyan súlyosan alakult a háborús helyzet, hogy 1916-ban a progresszív blokk az nem azt mondta, hogy meg kell menteni Miklóst és a kormányt, hanem azt mondta, hogy le kell váltani, és el kell távolítani, és 1916-tól a negyedik állami duma politikai pártjai azért kezdtek el dolgozni, hogy Miklóst és kormányát eltávolítsák a hatalomból, és helyette a duma vegye át a hatalmat. Tehát így picit tömören összefoglalva így hatott a családra és a helyzetére. Rasputyint egyébként meggyilkolták, mert amikor nem tudták legális úton eltávolítani az udvarból, volt olyan törvény, hogy tilos volt a sajtóba leírni a nevét, illetve nem lehetett nyilvánosan fellépni ellene. Egy idő után a képviselők ezt a törvényt már nem tartották tiszteletben, és úgy gondolták, hogy ha kiiktatják a cárizmusnak a rossz szellemét, akkor ezzel talán még megmenthetik a birodalmat. 1916. december 16-án egy összeesküvő csoport, egy Puriskevics nevű szélsőjobboldali fekete százas csoport vezetőjével, illetve Jusupov hercegnek egy homoszexuális tatár herceg, aki magas pozíciót töltött be, és a cár egyik unoka húga volt a felesége, szerveztek egy összeesküvő csoportot. Ez a csoport a Jusupov hercegnek a palotájában, ahol egy ilyen annak az alaksorában szexuális játékok céljára egy ilyen szürke 50 árnyalatához hasonló helység volt berendezve. Oda kicsalták egy légyott ígéretével Rasputyint, és az egy külön beszélgetés témája lehetne, bestiális kegyetlenséggel meggyilkolták. Csak ez már elkésett, tehát Rasputyinnak a halála az önmagában a birodalmat már nem menthette meg, és innentől gyakorlatilag eljutunk tulajdonképpen 17 februárjához, amikor az orosz állam összeomlott és a Romanov dinasztiának a kora véget ért. És akkor nyilván van ennek egy fontos szereplője, a bolsevikok, hogy velük milyen kapcsolata volt a második Miklósnak, és ők hogyan kerültek így a színre? Igen, hát ez jó az a kérdés, hogy hogyan kerültek a színre. Ugye a bolsevikokkal kapcsolatban, mivel 17 végén ők jutnak hatalomra, sok a félreértés, mert őket valami jelentős politikai erőnek gondolják. Hát a bolsevikok azok tulajdonképpen, mint politikai erő, 1898-ban Minszkben jött létre az oroszországi szociáldemokrata párt, és külföldön voltak jelentősebb szervezetei. 1903-tól használatos a bolsevik elnevezés, amikor a párt ketté szakadt egy radikálisabb, meg egy mérsékeltebb irányzatra, de ez tulajdonképpen csak egy szerkesztőségi szavazás volt, mert a Pravda szerkesztőségében egy vagy két szavazattal többet kaptak a radikális megoldások hívei. Még 1905-ös forradalomban sem voltak nagyon jelen.
a Trocki vezetésével Moszkvában kirobbant egy fegyveres felkelés, ami tulajdonképpen fekete szálas harci csoportot vertek le, illetve a Vitte kormánynak az alakulatai. Utána ők illegalitásba kényszerültek, nagyon kevesen voltak most. Képzelj el, hogy egy 120 milliós birodalomban voltak körülbelül 5000-en, és többségében emigrációban voltak, szibériai számüzetésben vagy külföldön. Maga Lenin azt írta le valamikor a 1910-es években, hogy a forradalmi hullám véget ért, és nekünk oroszországi történetében soha többet nem lesz semmilyen szerepünk. Tehát ez nem volt egy jelentős történet. Nem voltak jelen Oroszországban, nem voltak ott a parlamentben, nem voltak ott a Dumában. Viszont volt egy elméletük, amit 1905-ben dolgoztak ki, Trocki, néhányan Leninnek tulajdonítják ezt az elméletet, de igazából Trocki nevéhez fűződik, aki a moszkvai fegyveres felkelés vezetője volt. Ő kidolgozta ezt a permanens forradalom elméletet. Ez arról szólt, hogy ők kevesen vannak ahhoz, hogy valódi hatalomváltást idézzenek elő Oroszországban, de egy szélsőséges helyzetben, amikor valamilyen krízis van, háború, forradalom, lázadás, stb., akkor addig kell feszíteni a hurta, amíg el nem pattan, és akkor talán van esélye arra, hogy hatalomra kerüljenek. És 1917. februárjában, amikor a negyedik állami duma lemondatta a cárt és leváltotta a kormányát, akkor egy ilyen helyzet állt elő, akkor megjelentek, felbukkantak a bolsevikok, ahogy ön említette a kérdésében, megalakult a munkás, katona és parasztküldöttek szovjetjei. Jellemző módon ugye 17. február 23-án Patyomkin herceg szentpétervári palotájának a két szárnyában, az egyik szárnyban megalakult az ideglenes kormány, a másikban pedig megalakultak a bolsevikoknak a szovjetjei. Most sem voltak sokan, 25 ezeren voltak körülbelül, a legjobb tudomásunk szerint, viszont bekövetkezett az a szélsőséges helyzet, amiről Trocki beszélt, és 1917. októberére, amikor átvették a hatalmat, akkor már 350 ezeren voltak, tehát néhány hónap alatt meg 14 szereződött a létszámuk, ezért igazából a bolsevikok, mint kérdés, az csak 1917-ben jelenik meg, csak hát persze tudjuk, hogy az ő javukra fog eldőlni a küzdelem, és sokan visszavetítésképpen őket, mint hát jelentős politikai erőt jelenítik meg. 17-ben, abban a szélsőséges helyzetben, ami 17. februárja és októbere között történt, valóban, hogy mondjam, ők jönnek ki győztesen ebből a szituációból. Ez a történet már önmagában is elképesztő, hogy nagy Oroszország, hogy esik egy idézőjelben egy ilyen kisebb csoport kezébe, és aztán végül is tényleg valóban a hosszú évtizedek azokra ők lesznek hatással, de az meg megint csak egy elképesztő, hogy hogyan kerülünk el odáig, hogy ők, tehát hogyan kerülünk el odáig, hogy Második Miklóst pedig kivégzik. Igen, igen, ez is egy nagyon izgalmas kérdése a korszaknak. Persze a korábbiak is azok voltak, amikről beszélgettünk. Miklós ugye még az ideglenes kormány tartóztatja le, amelynek ugye Wolf herceg lesz a vezetője, később pedig majd Kerenszky veszi át a vezetését, és amikor kitör a forradalom február 23-án, a korábbi történetírás úgy nevezte, hogy polgári demokratikus forradalom, mi most egyáltalán nem gondoljuk úgy, azt mondjuk a Duma forradalma, a negyedik állami Duma forradalma volt, a Duma ideglenes bizottsága döntött úgy, hogy a cári családot letartóztatják, a kormányt leváltják, és gyakorlatilag a Dumának a ideglenes bizottsága választ egy ideglenes kormányt, amelyik átveszi a hatalmat, és persze folytatja a háborút. Ez a progresszív blokkot alkotó politikai pártokból alakult ki. Ehhez ugye egyelőre bolsevikoknak sem másnak semmi köze nem volt. Persze zajlott az utcaforradalma is, meg megalakultak a szovjetek is. Annyi történt, hogy a cár családját Szentpéterváron letartóztatták, és a cár előértesítést kapott, február végén vagyunk, 17 februárjának a végén, ő a vonatával járta a frontot, lelkesítette a katonákat, stb. Főparancsnoki minőségében, és amikor megtudta, hogy letartóztatták a családját, akkor visszaindult Szentpétervárra, hogy tisztázza ezt a helyzetet. De No állomáson járt, amikor egy Ruszki nevű tábornok, érdekes a neve, neki letartóztatta a ideglenes kormány nevében. Annyi lehetőséget hagytak neki, hogy édesanyjától elbúcsúzzon, és utána csatlakoznia kellett Szentpéterváron a fogságban lévő családjához, akik a Sándor palotában raboskodtak. A ideglenes kormány itt védőrizet alá helyezte őket. De szeretném hangsúlyozni, hogy azért helyezte őket védőrizet alá, mert a háború szenvedésért a tömegek őket tették felelőssé, kb. 15 millió ember haláláról van szó,
és amennyiben nem helyezték volna őket védőrizet alá, akkor feltehetőleg a tömeg megincselte volna őket. Tehát itt azért ez egy védőrizet volt, ettől függetlenül a család számára ez egy keserves dolog volt. Ők 17 februárjától 17 augusztusáig voltak itt, amikor az ideiglenes kormány, polgári kormány gyakorolt felügyeletet fölöttük. Nagyon rossz volt a helyzetük akkor is, mert a katonák, akik az őrzésükre ki voltak rendelve, ők mindenfajta módon érzékeltették velük, hogy kiszolgáltatottak, és hogy felelőssé teszik őket a háborúért. Csak egy példát mondok, a lányok bicikliztek a parkban, akkor szuronydugtak a küllők közé, hogy hatalmasat essenek, és ők ezen nagyon jót nevettek. Vagy éjszakára, ugye hűvös éjszakák voltak, tavasszal még nem engedték meg, hogy bejöjjenek a palotába, és kint kellett aludniuk a parkba a földön. Tehát igyekeztek a cárt és a családját minden lehetséges módon megalázni. Azonban, hogy mi legyen velük, az egy nagy vita téma volt. Voltak olyan elképzelések, hogy kiengedik unokatestvéréhez, 5. György angol királyhoz, és az menedéket nyújt a számára. Az már az angoloknak a felelőssége, hogy 5. György a közvélemény és a munkáspárti ellenkezéstől való félelem miatt nem merte az unokatestvérét befogadni. Akkor volt olyan elképzelés, hogy a Krímfélszigetbe adnak neki egy birtokot, és békésen elvonulhatott. Ezt Kerenszky miniszterelnök személyesen ellenezte. Tulajdonképpen nem tudták, hogy mit kezdjenek velük. Végül is augusztusban úgy döntöttek, hogy Szentpéterváról elszállítják őket egy Tobolszk nevű helységbe, amely hát távol az Ural-hegységben volt, és ott egy 18 szobás kormányzósági palotát bocsájtottak a rendelkezésükre. Itt még viszonylag szabadon élhettek, tehát a fennmaradt fotók és források szerint bujócskáztak, fát vágtak, nem volt szigorú őrzésük, szabadon mozoghattak a városba, látogathatták a helyi színháznak az előadásait. Ugyanakkor itt érte őket a bolsevik hatalom átvétel híre, tehát októbertől fölöttük már nem az ideiglenes kormány, hanem az októberi fegyveres felkeréssel hatalomra került bolsevik hatalom rendelkezett, akik tulajdonképpen 18 áprilisáig nem nagyon foglalkoztak velük, mert a saját túlélésük kötötte le az energiáikat. Utána döntöttek úgy, hogy miután félő volt, kitört a polgárháború, hogy az önkéntes hadsereg katonái, akiket egyébként Fehér Gárda néven ismer a történetírás, azok esetleg a cárt kiszabadítják és egyesítik a bolsevikok ellen küzdő erőket, ezt megakadályozandó egy olyan helyre szállították őket, Jekatyerinburgba, ahol nem volt vasútvonal, és ami nagyon nehezen volt megközelíthető, és úgy gondolták, hogy ott a cárt a fehérek nem vagy nehezenben tudják kiszabadítani, és ez volt a cári család életének az utolsó időszaka, április és hát július között ebben a bizonyos Jekatyerinburgi híres hírhet Ipatyev villában. Ugye az Uralban vagyunk, itt harcoltak a kereskedők a hegyi népekkel, magas falu házakban éltek, egy ilyen 3 méter magas falu, kibetonozott pincéjű kereskedő villában, Ipatyev kereskedőházában őrizték a családot, és amikor ide kerültek, akkor a bolsevik őrség az már nem hasonlított a korábbi felügyelethez. A legrosszabb az volt, amikor érezték, hogy baj lesz, amikor a cseka vette át az őrzésüket. Egy helyi órás, a cseka ugye a bolsevikoknak a politikai rendőrsége, amelyik a cári ohranát váltotta fel, meg ezzel nagyrészt a személyállományát is átvéve. Egy Jakov Jurovszki nevű helyi órásmester vezette azt a csekista alakulatot, amelyik őrizte őket. Személyzetüket elküldték, ékszereiket elvették, élelmezési feladagjaikat csökkentették, alablakokra rácsot szereltek, tehát látható volt, hogy most már valóban foglyok. És ha nem nyúlik túl hosszúra a válaszom, akkor a kivégzés konkrét körülményeiről is mondanék két mondatot, hogy igazából erről a döntés ugye 18 júliusában született meg, feltehetőleg Moszkvában Lenin és Sverdlov döntése alapján, amit a bolsevik párt központi bizottsága teljes körűen támogatott, Trocki kivételével. Trocki nem azért nem támogatta, mintha nem értett volna egyet azzal, hogy a cári család, hogy a cárt felelősségre kell vonni, csak ő egy nyilvános népbírósági tárgyalásnak a híve volt, ahol úgy gondolta, hogy a cárnak a fejére lehet olvasni a bűneit, és a halálos ítéletet továbbították az urali területi szovjetnek, ő pedig ennek a csekista őrségnek, akik hát végül is július 16-áról 17-ére virradó éjszaka végrehajtották ezt a tettet, kivégezték a cárt és a családját ebben a bizonyos Ipatyev villában, utána pedig a tetemeiket feldarabolták, sósavval, benzinmel leöntötték, egy teherautóval elszállították egy 18 kilométerre lévő bányába, tehát láthatóan igyekeztek még a nyomaikat is eltüntetni.
A kivégzésnek az lehetett az oka, illetve semmiképpen sem indokol, tehát inkább azt mondom, hogy indoka, vagy a bolsevikok szempontjából a döntésüknek az oka, hogy attól féltek, hogy Miklósnak a kiszabadítása egyesítheti az ellenük küzdő erőket, ezt akarták megakadályozni, és elálltak a bírósági tárgyalás gondolatától, hanem az azonnali statáriális kivégzés mellett döntöttek. A család kivégzésére semmifajta magyarázatot, és főleg hát az személyzetük kivégzésére semmifajta magyarázatot nem lehet találni természetesen. És végezetül engemet még érdekelne, hogy ez okozott, vagy ez kiderült ez akkor, pont amikor történt, vagy ez okozott-e akkor törést az oroszok között? Ez az egész brutális leszámolása azért a cárral, tehát azért ez nem akárki volt. Így van, igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. A kivégző osztag tagjai között oroszokat tulajdonképpen nem is találunk, lettek, lengyelek, zsidók, magyarok, három magyar is volt a kivégző osztag tagjai között, ugye mindig szokták emlegetni, az egyiküket Nagy Imrének hívták, aki nem az a Nagy Imre, azt is rögtön hozzá szoktuk tenni, aki később magyar miniszterelnök lett, aki egy Balkánon túli fogolytáborban raboskodott. Nem nagyon voltak hajlandók oroszok, ugye minden oroszok cárjára, szentként tisztelt uralkodóra lőni, hanem olyan embereket szedtek össze szélsőséges szibériai száműzöttekből, idegen származásokból, volt hadifoglyokból, akiknek a cárnak ezt a cári személynek ezt a istenségét nem tisztelték, és velük hajtatták végre ezt a merényletet. 12-en voltak, pontos névsorunk van róla, egyébként itt van a névsor előttem, hogy kik vettek részt ebbe a merényletbe, hogy ugye pisztollyal ebben a pincében a cári családot egy olyanokkal felkelt, vagy fotózásra viszik őket, és egy gyors statáriális ítélettel felolvasva kivégezték őket. Kiderült a dolog, mert a területet nem sokkal később Kolcsak admirálisnak a fehérgárdista hadserege elfoglalta, rögtön felállított egy vizsgálóbizottságot, és az, hogy a cárt meggyilkolták, az nagyon hamar kiderült. Amit nem akartak elismerni, és még legalább 6 évig titokban tartottak, az a családnak a meggyilkolása, amit nem vállaltak föl erkölcsileg az új hatalomnak a képviselői. Különböző mondákat terjesztettek, hogy elmenekültek a Krímfélszigetbe, egy kolostorba élnek, tulajdonképpen már külföldön vannak. Tehát tulajdonképpen hát próbálták elkonspirálni a család kivégzésének a történetét. Ez végül is egy Párizsból Szovjetunióba küldött a menekült Romanov család megbízásából dolgozó vizsgálóbíró 1924-től derítette ki, és tulajdonképpen onnantól vált hivatalossá, hogy nem csak a cárt, hanem a teljes családját meggyilkolták. Hát, hogy mondjam, ez nyilván ez egy borzasztó vége a témánknak, egyáltalán nem happy end, de hát sajnos a történelem az nem így íródik, hogy szép legyen a vége mindig. És hát a időnk is lejár, de úgy gondolom, hogy azért egy keretbe tudtuk foglalni ennek a személynek, második Miklósnak így az életét, de a még így legesleg utolsó mondatként, ha ön szeretne még mondani valamit, ami így tanulságként levonható, azt azért meghallgatnánk. Igen, talán így zárásképpen köszönöm szépen a megkerestés és a lehetőséget. Annyit mondanék még talán, hogy második Miklós egy nagyon, nagyon vérzivataros kornak egy szerencsétlen sorsú személyisége volt. Jó ember volt a maga módján, tehát szerette a családját, jó családapa volt, tisztességes ember volt. Az uralkodói képességeiben nem volt képes felnőni azokhoz a feladatokhoz, amit a kor ráruházott, és ezért lett ilyen tragikus a sorsa. És talán azért is, mert a Hit Rádióban beszélgetünk, megemlíteném, hogy 1992-ben a Pravoszláv Egyház Miklóst is és a családját is szentté avatta. És jelenleg is a Pravoszláv Egyház szentjeiként tisztelik őket. Köszönjük szépen a beszélgetést. A visszapillantó mai adásában témánk második Miklós cár személye és uralkodása volt, aki az utolsó orosz cár. Vendégünk pedig dr. Bebesi György volt, aki habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet kutatócsoport vezető egyetemi docense. Nagyon köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.